A márciusi induláshoz képest áprilisban tovább bővül az HBO Max kínálata. Új filmek és sorozatok mellett számos katalógus cím is felkerül a szolgáltatóra, és igen, jön az idei év egyik legnagyobb sikere is, ezekből szemezgettünk videónkban. Ezernél is több filmmel, valamint 400 plusz sorozattal indult el itthon március 8-án az HBO Max, melyre március végéig még kedvezményes áron lehet előfizetni. Igaz, hogy az indulás nem volt döccenőktől mentes, de így is rengeteg néznivalót gyűrhettünk le az elmúlt hetekben, méghozzá jobb minőségben és jobb felhasználói felületen, mint az HBO Go-n, és ez a kínálat áprilisban tovább fog bővülni. Az alábbiakban ezekből emeltük ki a legizgalmasabbakat, a teljesség igénye nélkül. Bár az HBO Max hazai képviselete ezt még nem kommunikálta, a 45 napos ablakot alapul véve megerősíthetjük, hogy áprilisban befut a szolgáltatóra a Batman, amelyre eddig már több mint 200 ezer jegyet adtak el a hazai mozikban, és sokan már most az évfilmjejelzőkkel illetik. Megsúgjuk, mi is eléggé bírtuk. Információink szerint a Robert Pattinson főszereplésével készült szuperhős mozi április 18-án kerül fel a szolgáltató kínálatába, de nem ez lesz az egyetlen friss Warner film, amit áprilistól streamelhetünk. A tavalyi kínálat két hiányzója, az öngyilkos osztag április 3-tól és az új múlt április 10-től lesz abszolválható a Maxon. Szintén frissebb bemutatóként érkezik április 1-én a Védenc című akciófilm és egy különleges thriller a Fiam címmel, melyben James McAvoy úgy játssza a főszerepet, hogy a nézőkkel együtt ő is a kamerák előtt fedezi fel a történet folyását. 3-án fut be a Nyúl Péter 2 nyúlcipő, szintén 3-án érkezik az Apa Anthony Hopkins Oscar-díjas alakításával, továbbá 6-ától nézhetjük meg a Tony Hawk, amíg a kerekek le nem esnek című doksit, ami a legendás gördeszkásról szól, 9-től pedig a Végtelen útvesztő folytatását gyűrhetjük le. A fentiek mellett számos katalógus címmel gazdagodik a paletta, melyek között lesz jó néhány sikerfilm, hiánypótló klasszikus és kultuszkedvenc, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez a lista nem teljes. A hónap számos sorozat premiért is kínál majd a szériák kedvelőinek. Ezek közül mi mindenképp kiemelnénk a Barry című szériát Bill Hader címszereplésével, amely egy olyan bérgyilkosról szól, aki beépül egy színi társulatba, ám a múltja nem enged. A harmadik évad április 25-én startol el a Maxon. Szintén a krimik szerelmeseinek kedvez a John Bernthal főszereplésével készült Miénk a város, amely a rendőrségi korrupcióról szól. A drótot is jegyző David Simon által tető alá hozott széria április 26-án indul el a szolgáltatón. És ha már így belejöttünk a krimi sorozatokba, a Korona Ékszer jó eséllyel a Tokyo Vice című sorozat lesz Ansel Elgort és Ken Watanabe főszereplésével, amely egy Amerikából jött újságíróról szól, aki neki megy Tokyo legnagyobb hatalmú bűncélzárjainak. A sorozat, melynek pilotját a legendás Michael Mann rendezte, április 8-án startol el a Maxon, mindjárt tripla epizóddal. Áprilisban a Mayan Szemszi is visszatér még hozzá a negyedik évaddal, az első epizód április 25-én kerül fel a kínálatba. Mi magyarok szívét pedig biztosan büszkeséggel tölti majd el a tudat, hogy sok-sok országgal együtt április 1-én itthon is elstartol a Besúgó című magyar széria, amely a rendszerváltás előtt években játszódik és egy egyetemi közösségbe beépült állami besúgóról szól. A fentieknél könnyedebb, de azért krimiszában szintén gazdag szórakozást nyújt majd a Légi kísérő második évada, amely dupla epizóddal indul el április 22-én. Egy nap különbséggel április 1-én, illetve április 2-án startol el a Wellington Paranormal és a Hétköznapi Vámpírok legújabb negyedik évada, melyek egytőről fakadnak, értsd, mindkét széria egy horror paródia, ami mögött Taika Waititi és Jemaine Clement állnak. Ezen felül 26-án új évaddal tér vissza az egyik első LMBTQ aktivistáról szóló Gentleman Jack, és 28-án az egy alternatív világban játszódó Nullák és X-ek is, és persze további epizódokkal jelentkezik többek között a Superman és Lois, a Győzelmi sorozat, a Minx, a Megszállottak viadala, a Naomi, az Ifjú Sheldon és a többi már futó széria is. Szóval lesz mit néznünk, vagy lesz mit néznünk az HBO Maxon áprilisban? Nem nehéz megválaszolni. Ez csak egy ízelítő az HBO Max áprilisi kínálatából. A streaming szolgáltató ebben a hónapban is alaposan megdobja majd a kínálatát filmekkel és sorozatokkal. Ti miket néztek meg a fentiek közül? Kommenteljetek bátran, és ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Sziasztok!